is rendelkezésre fognak állni kérdések megválaszolására. Én először Bence Klaudiát kérdezném, akiről annyit mindenképpen tudunk, hogy a mexikói nagykövetségen dolgozik jelenleg Budapesten. És akkor ezen a kérdés, hogy egész pontosan milyen programban vettél részt, és ez milyen hatással volt az életedre? Jó napot kívánok! Igen, mexikói nagykövetségen landoltam, és ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy én az Európai Önkéntes Szolgálattal volt lehetőségem, hogy egy évet Argentinában töltsek, mint pedig Rosario városában egy emberi jogi szervezetnél voltam. Hát önkéntes, de tulajdonképpen ez nagyon sok elemében hasonlít a szakmai gyakorlatra is, mivel nagyon kapcsolódott a tanulmányainkhoz az egész téma, amivel ott foglalkoztam. Úgyhogy ez 2009-ben volt, akkor mint önkéntes vettem részt, az azt jelenti, hogy nem diákként, vagy nem munkavállalóként, hanem az egy nagyon tág kategória, amivel tulajdonképpen akkor 18 és 30 év közötti fiatalok vehettek részt. Most nem tudom, hogy ez a korhatár ez vajon tágult-e vagy sem, de tulajdonképpen ez azért egy jó lehetőség, mert nem kategorizálja be az embert, hogy csak egy bizonyos profilú emberek vehetnek részt benne, hanem nagyon nagy lehetőséget ad arra, hogy mindenféle érdeklődésű ember részt legyen benne. Köszönöm. A következő vendégünk Bukói Marcell. Nem is gondolná az ember, hogy a mozgásban az ifjúságot milyen érdekes programokat is támogat. Ő mindjárt el fogja mondani, mindesetre ő egy borász, és az Európai Unió még egy borásznak is múlt. Jó napot kívánok! Én valóban nagyon sokat köszönhetek az Erasmus rendszernek. Én először 2007-ben vettem részt egy felsőoktatási intézményben Franciaországban, az Erasmus rendszer keretein belül eltöltöttem egy szemeszter, és 2011-ben immár fiatal vállalkozóként, ifjú egriborászként örömmel szembesültem azzal a ténnyel, hogy az Erasmus rendszer az fiatal vállalkozóknak is nyújt külföldi ösztöndi lehetőséget. És én ekkor ismét éltem ezzel a lehetőséggel, és szintén Dél-Franciaországban egy kis család, egy provanszál mesebeli családi birtokon eltölthettem másfél hónapot, ami mind szakmai, mind pedig vállalat irányítási szempontból óriási élmény és tapasztalat volt. Én abszolút mindenkinek csak javasolni tudom, hogy ezzel a lehetőségekkel éljen. Ugyanis én azóta is lényegében ezekből az élményekből táplálkozom, én azóta is azon dolgozom, hogy a saját kis családi vállalkozásunk az majd egykor egy olyan rendszer szerint épüljön fel, mint amit én tapasztaltam. Köszönöm szépen, még egy borász, ez semmiképpen nem degradáló volt a részemről, amiképpen meglepetésemnek akartam hangot adni, de akkor lett volna meglepetés számomra, hogy nem tudtam volna, hogy az Európai Unióban ilyen lehetőség is van. Tehát potenciális meglepetés. Rétfalvi Flóra a következő vendégünk, aki kommunikációs tanácsadóként dolgozik, de hogy lett belőle kommunikációs tanácsadó vajon? Én is hasonlóképpen, Károly, ugye Erasmusszal jutottam ki Olaszországba, Rómába, és igazság szerint onnantól kezdve megindult egy esemény folyam, aminek kapcsán nagyon sok helyre jutottam, és nagyon sok mindent megértem. Többek között ilyen volt például az, hogy köszöntek ennek egy olasz mesterdiplomát, mivel utána kint végeztem az egyetemet. Képviselettem az európai külpolitikát Washingtonban egy nemzetközi konferencián. Dolgozhattam éjjel egykor az Európai Parlament folyosóin. Megélhettem egy áramszünetet a Római Magyar Nagykövetség egyik rendezvényén protokollosként, illetve alapítója voltam és alelnök egy nemzetközi fiatalokat propagáló, illetve képző alapítványnak. Meg hát kezet foghattam Obamával is, úgyhogy az igazság szerint, hogy Erasmuskor elindulva egészen sok minden történt az elmúlt időszakban, és kiemelnék még egy fontos dolgot, ami ritkán hangzik el, de szerintem nagyon fontos, hogy igazság szerint a külföldön töltött időszak az egyrészt azért is fontos, mert sok más kultúrát és embert ismerünk meg, de ugyanakkor én leginkább a magyar identitásomat fedeztem fel, amikor megkérdezik, hogy mi az a Túró Rudi, és a Mákos Tisza, és a nagymama, és a kutya, és a puszta, és a szarvasmarhától kezdve egészen szépen a magyar hungarikumok bemutatásán keresztül az emberben igenis felfedeződik és megerősödik ez a magyar identitás, ami nem utolsó sorban keveredik aztán egy európai identitással, ami kiegészíti ezt a magyart, és egyáltalán nem felülírja vagy helyettesíti, hanem ezután szerintem egy
én legalábbis ezt tartom a legnagyobb értéknek, amit kaptam, hogy ezt a két énemet tudtam teljes mértékben összehangolni és közössé tenni. Ugyanakkor meg azt is hozzá szeretném utolsó gondolatként tenni, hogy minden egyes évben, amikor előkerülnek és kiírásra kerülnek ezek a lehetőségek, akkor mindig azon szoktam gondolkodni, hogy kár, hogy nem most vagyok abban a helyzetben, hogy újra jelentkezhetnék. Úgyhogy mindenképpen mindenkinek hasonlóképpen az előző beszélőkhöz szeretném javasolni, hogy tessék elindulni és megélni, mert hogy a csodák a komfortzónán kívül történnek.